14 éves alulóknak nem ajánlott, mert egyes jelenben a főzési videóban vét is tartalmaz. Sziasztok! A mostani videóban mi is lesz a tartalom? A mostani videóban főzni fogok. Mit is fogok főzni? Majgauska leves. Sertésmárból. Akkor minden el is mondom a hozzávalókat. Igaz, mert tovább menni, hát ember annyi félképpen lehet elkészíteni. Én már nem tudok megpróbálni, ehhez szóltam módon elkészíteni. Hát sok félképpen lehet ezt is elkészíteni. Hát láttam pár videó, videó annyi félkép, ismerős annyi félkép. Na minden, én megpróbálom elkészíteni úgy, ahogy, még nem csináltam. Mert mindig olyasmit főzöm, ami még nem csináltam. Ami én már ideig jó sikeres, jó főzés volt, ez már nincs. Itt már nekem is tanulni kell. Na jó, akkor kezdjük is a hozzávalókat. Sertésmaj, máj. 300 gram. Sertésmaj, vagy csirkemáj. Fél vagy negyed hagyma nagyságától függ. Igen, nagyságától függ. Akkor egy kávés kanál, marolna. Hát a borsló ízlés szerint, hát igaz, a nyás már ne is megkóstolni, de meg kell szaszolni. Akkor két gerecs fokhalma, állítólag olyan fokhalma kéne, ganuát, de én jobban szeretem rendes fokhalma. A fokhalma is el kell már fogyni. Akkor két evőkanál zsebremózsa, vagy több, attól függ. Akkor egy darab tojás, vagy tojás. Akkor egy liter víz, sajnos átízi víz nincs, mert nem volt idő elmenni. Akkor két evőkanál leveskoska, húsleveskoska. Ha jó lenne, lett volna húsleves, de most nekem nincs húsleves semmi, nem maradt ki. Igen, hozzávaló meg volt, mi való hozzá, akkor már elő fogom venni a Kenwood apítógépet, és akkor a hagymát fogom apítani. Igen, tehát először meg kell pucolni, most egy készleti letesztelni, pucolókést. Igen, most minden megpucol a foghagymát, meg a vers hagymát. Tehát akinek nincsen apítógépe, hanem a hagymákat versen már érdemes volna megpirítani. Na minden, nekem van apítógépe, nagyon szépen köszönöm ennek az aluga, akit elküldte. Na akkor minden hozzá is kezdve, akkor hagymát megpucolni először is. Utána beletesz az apítógépbe. Igen, néha tovább is mennék, beelkezdeni a szeltelésbe, a hámozásba, mert ez hámozókés. Ez is lehet fegyve, de minden azért mégis már csak véges, hát hiába ember minden evő. Én muszáj vagyok kitenni a 14 évesek, nem, aluljaknak nem ajánlott, már én szülőt tönti el, hogy megengedi a gyereke, megnézi ezt a videóval se, ez a szülő dolga. Én nem töltöm el. Te azt mondom, most van nekem néptelen feljelentető, képtel vagyok kitenni azt a karikát, hogy 14 éves gyerekeknek nem ajánlott. De szülőre bízom. Na minden, akkor annyit elmondtam, akkor meghámozza a hagymát. Utána beleteszem az apítógépbe. Na, akkor kezdtem a fokhagymával. Igen, hamar kezdte a hámozókése. És mehet be ide.
Ja, most eltörök és nem is fogom te használni most. Nem minden más alkalommal. Másik gerfokhalma is mehet be ide. Ebbe tette be a két gerfokhalma. Akkor itt van leeshagyma. Azt is be ide. Mert nincs is szükséget tálnia. Ja, halmozok később, nem nagyon van most szükségem. Mehet ide. Na minden, lesz még alkalom, hogy tesztelni ezt a hámozót. Hopp, leesett a kés. Minden, lesz még idő még tesztelni ezt a kés. Na, nem sikerül bemutatni se. Így csak sikerül. Igen, lesz idő tesztelni ezt a kést. Akkor ezt ide ráteszem. Ja, hoppa, még ez is itt van. Ez is elfelejtettem, hogy több alkatrészből áll össze. Ráteszem, és elindítom. Ha sajnos néha meg is kell kaparni, egy ilyen kaparóval. Fokhalma benne minden. De jó csípi a szememet. Na, akkor. Többször meg kell ismételni. De nem biztos összeapissa. Még egyszer, de felszeretel. Hát szerintem mehet ebben maradna. Egy mennyi maradna? Maradna egy kávéskanál. Egy kis bors. Nem sokat. Az a baj, a nyás márat ne is megkóstolni. Akkor megint leveszem. Nem tudom, be tud mutatni a kamerába. Akkor megint, ja, megint rátekelni. És utána elmegy a megmosol a márat, és utána márat szeltem fel. Úgy akkor azt hiszem már jó is lesz. Nem nagyon lett ez jó. Többször meg kell is minden. És az a kisebb mennyiségben főzöm, ne is kicsibe főzöm, mert egyedül vagyok. Jobb lett volna fél kiló májat, vagy kiló májat mennyiségben. Ja. Jó lesz szerintem az. Akkor mindjárt hozzáadom a májat. Na jó, nem mostam a májat, ne legyen véres. Elmostam, a véj úgy is lesz benne, sertésmában a véj. Na minden, következő helyzet. A gyerekkoromban állandó disznóvágás volt gyerekkoromban, és ott voltam a disznó környéken, láttam a véjt. Most nem tudom, ez mi van, az, ami most, ami vannak ezek a dolgok. Jó, nekem szüleim tanulva voltam a disznóvágásra, sok disznóvágásra részt vettem. Igaz, már nem szeretem a disznóvágást, utálom, már én azonban szeretem az állatokat, azonban szeretem, azért nem akarom velük foglalkozni. Sajnálom állatokat. De minden most hiába ember nem csak növényevő, húsevő is, minden ember, olyan, a disznó, vagy medve, nem is tudom még, nem étek én annyi a biológiához. Na minden, akkor most felszeretem, felápítom a májat, most meg egy kis szeretném bemutatni, tesztelni. Nem is tudom, mi a késnek a neve.
Hol tettem a szörnyeket? Itt a szörnyek. Mindjárt megnézem, milyen neve ennek a késnek. Ha jól emlékszem, Sanduku kés. Ahol is lehet dalbolni, szertelni, de mindjárt meg is tudjuk, milyen. Mert meg egy kész test lesz. Na jó. Így van, inas részt kivágom. Miből kéne beletenni, de mindegy. Kell se van, miből beletenni. De már nagyon kénes. Hú, lehet. Megy be a fitóba. Ebbe megy be. Fél leves, nem tudom mennyi leves kell hozzá. Le is lehet dalálni. Na jó. Na jó. Akkor elmegyem, megint megmosom a kezem, na megmosom a deszkát, meg a kést. Igen, feldaraboltam a májat, akkor most már csak le kell darálni, vagy le kell túlmiszolni. Inas tészt kiváltam belőle, akkor mindenes hozzá is kezdtem, és utána az hozzától a tojás, meg a zsebemorzsát, még esetleg csinálok egy kocskát, le fogok tesztelni, mert ez a helyzet, hogy nyers már nem lehet megkóstolni, milyen ízesítés, mennyi fűszer kell hozzá. Tehát sót azt hiszem nem kell hozzá tenni, mert ráj, akkor úgyis húsleves kocskában lesz. Na, akkor mindenképpen fel is aprítom a márat. Ne csinálj, nem akar belemenni. Egyébként, de jó volt. A kanál nem álltál igazítani, szerintem jó lesz a ma. Nem tudom, mennyi fúszos szaga van. Jó lesz, hogy is elmosni. Megnézem. Szerintem jól lesz a már. Na, Róka vagy Cézár, nem tudom melyik kutya. Kutyusom. Na, szerintem jól lesz a így. Lehet a tojás általán beletenni. Jó szaga volt.
Én nem csináltam már gauzska levest. Nem állt, ha van egy ilyet ülő papi, megtűnne a kezet. Na akkor, igen, ezt akkor beletenni ebbe, hogy mutassam. Ajaj. Jújj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 
Így jó. Na jó, úgy lesz tá, így. És akkor mehet be a zsemlemózsa. Tojás már benne van. Akkor össze kell keverni. Szerintem elég is lesz be, nem kell más. Lehet lisztet is lehet tenni. De én úgy gondolom, nem tud, tegye be valamit. Remi egy emőkanál zsemlemózsát tesz ebbe a lisztet. Nem is tudom. Hát szerintem lehet nem kell semmi beletenni. Vagy nem tudom. Én nem tudom, egy emőkanál csak teszek be zsemlemózsát. Szerintem így jó is lesz. Na jó, májat bekevertem, akkor most szerintem egy fél óráig ráéljek, hadd kelljen, hadd puruljon, hadd jár át a ész, akkor beálljunk a stoppert, fél óra múlva visszajön. Elindítod a stoppert. És közben elmosogatok. De azon nem csinál a videó, mert nagyon hosszú lesz. A fél evőkanál pettyezselmet elfeltette be, egy fél evőkanál. Lehet, hogy egyre zöld, de nekem csak fűszer pettyezselmem volt. Igen, sajnos. Pettyezselem, elfeltettem. Akkor össze is kavarok. Akkor van benne már minden. Na, akkor ez is megvan. Mehetek mosogatni. Igen, eltelt el egy óra hossza, 30 perc is eltelt, akkor egy rendes vízbe egy kockát letesztel. Mivel nem lehet megkóstolni a nyersmárat, akkor kénytelen vagyok így letesztelni egyszerű vízbe. Te mind a két vízet felteszem. Akkor megnyitom a gázpalackot. Akkor, jó. Akkor két lábbal felteszem. Másikat is.
Ja, abban van valami. Jóval, kik elviszel, elmosogat bokával benne. Na, akkor az a fazék, felkezd már felfolni, átteszem másikra. És akkor elmostam azt a másik fazekat, amiből leves volt fölni, és akkor liter víz, ki van mivel, átteszem, és hadd fölöm. Van a két húsleves koska, azt is beleteszem. És akkor minden letesztel egy gombócot. Igen, másik liter vizes lábasba tettem vizet, beletettem a két húsleves koska, most itten kanál beváltam vízbe, és akkor csinálunk egy tesztet, ha csinálunk. Egyre megkóstolom, milyen lesz. 15 percig főzni kell. A kanál visszatettem a bögre vízbe. Elindította a stoppert. Ha elkezd víz forgni, akkor kisrágra tenni. De egy nagy rágra ment, most kisrágra. Rá nem álltam megfordítani. Ha felfőtt a leves, akkor kis tárgat tenni. Igen, kis lángon van. Megkóstolta. Abban nem állt a marolanna, mert kevés volt be, és egy őrült bors. És összekeverni újból. Sót még nem teszem be, mert azt úgyis leáll sósra, hogy húsleves koszka is. Jégkoszka. Húsleves koszka még nem főszi. Megvan a szép húsleves koszka. Még nem főszi. Ide teszem egy deszkát. Itt a máj. Kanál beáztatni. Mit kell beáztatni? Meg elfelejtettem beáztatni. Mi lehet gyakorolnunk, én nem így.
A répát nem álltottam ebbe. Munka. Mindennek kell tanulni, én is most tanulok. Mert még nem által kis több vizet beletenni. Mert fél liter vizet még nem, de nem tudom. Mert teszek bele még fél liter vizet. És még egy húsleves kockát teszek bele. Akkor még egy húsleves kockát teszek bele. Ennyit itt a stoppet. Egy 15 percig főző, kis lángó. Leteszem a fedőt, mert ez, én ezt letisztítom. Ennyi folyó volt. Na minden. És akkor elmosok, ezek egyébként elmosogatom. Hát ahogy mondtam, kis tűző, 15 percig. Leest viszem, fedő tetejére lehet a fedő, és csak 15 percig főzünk. Lassú tűzöm, 15 percig főztem. Hőnállal kezdtünk, megfogom. Hoppa, én megkóstolom. Rebel kell mi valami. Hát úkos után nem kell oda semmi. Lehet is delikát, amit hozok hozzá. Akkor egy kis delikátot ezek hozzá. Jó, cserét a kanalat, vagyis elmostam, megkóstolom még egyszer. Hát szerintem nem kell bele semmi. Megkavarni, és szerintem el is lehet oltani a gázt. Megnézni, elhatoltam a gázt, el van oltva. Ha most már csak a leves kéne kimelni. Hoppó, ujjúj! Na, sikerült. Az sikerült. Na jó, most van a kóstoló, akkor növénytől kaptam a májat, akkor bátyám receptei alapján elkészítettem, igaz, én is variáltam valamit ezen, hiába tagadnák. Mindjárt meg is kóstolom, megtartom a kóstolót. Ez a mággombóc leves. Finom, hát lehet jobb lett volna rendes húslevessel, de minden az nekem most nem volt.
Maró Anna, de jól megadta neki ész. Jó. Szerintem ez nagyon jó. Igen. Jó lett. Maró anyja, mert ő teketebbos, nem így delikát, az jó megadta. Ha lehet jobb lett volna zöldség, vagy fej répa, lett volna sárga répa, jobb lett volna, de ez most nekem nem volt, megfornadta a hűtőbe, azt nekem most nem volt. Nem így, de így is jó lett. Húsleves kocká, egy kis delikáta, sót nem tettem hozzá, jó sikerült, a gombos jó sikerült, a leves nem annyira jó, már jobb lett volna rendes húsleves, de minden, most már ez van. Ha nem tudom, mit mondjak, akkor csak azért mondható, hogy köszönöm a nőjemnek a hús, mert bátnak már a receptet. Akkor nem tudom, remélem tudtam segíteni. Nagyon szépen megköszönöm, megtiszteltek figyelmüket. Végül ez az első Magdoboszt levesem. Tovább is minden jót kíván, ehhez Zoltán, a videó info kötőre ettől. Hello, 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 sziasztok! 14 éves alulóknak nem ajánlott, mert egyes jelenben a főzési videóban vét is tartalmaz.